Ha hiszik, ha nem, ő Ferenc János, a Magyaródi Sándor huszárok kapitánya. Erről az oldaladról se ismertünk még. Ez egy asztalos műhely. Mi volt előbb, Jani, a asztalosság, vagy a ló, meg a hagyományőrzés? Hát ebbe bele nevelődtem ebbe a szakmába, tulajdonképpen 14 évesen elmentem szakmunkás tanulónak, és akkor ezt a faipari vonalat választottam. Amellett az emberek van egy élete, van egy életvitele, amivel viszont összeegyeztetve a lovazást, mondhatnám azt, hogy gyerekkori élményekből, családi vonalból számomra elmaradhatatlan dolog volt a ló, és a lova való bánásmódnak az első etitása, úgy, mint hobbi csináltam eleinte, kezdetben, és aztán éreztem, hogy egy olyan űr van itt kitöltetlenül a lovas katonai hagyományok részéről, amit úgy éreztem, hogy el kell kezdeni valahogy ápolni. Így alakult, hogy 1988-ban, de pontosan 85-ben már öltöttünk föl huszárruhát, és Vácon végeztünk ilyen megmozdulásokat, koszorúzásokat március 10-e alkalmával, de az első igazi nagy megmozdulásunk az 1988-ra tehető, amikor a tavaszi hadjáratnak végigjártuk az útvonalát. Korábban is vissza lehetne nyúlni a lovas hagyományoknak a keresésében. Igazság szerint Fülöp Tibor barátommal annak idején nagyon kerestük azt, hogy bejárni Nyugat-Európában a kalandozó magyarok útvonalát. De hát ugye fiatal srácok voltunk, se pénzünk, semmi nem volt, csak hitünk volt, erős, és akkor marad a Magyarországon, hát akkor járjunk olyat, ami itt van is kézenfogható, rengeteg Obelix, Tápióbicskén, Isaszegen, Vácon megvannak még a csataemlékhelyek, és akkor ezeknek a dátum szerint pontosan lovagoltuk le az első tavaszi hadjáratot. Csak azt mi se tudtuk, akkor pontosan, hogy mi az első lépéseinkkel el fogunk indítani egy mozgalmat, méghozzá ez a katonai hagyományőrző mozgalmat, ahol útközben találkoztunk nagyon sok jó emberrel, és olyanokkal is, akik akartak még az ügy mellé csatlakozni. És aztán amerre jártunk, ott szinte portkavarva mindenfele az országba, huszárcsapatok, hagyományozó csapatok kezdtek alakulni. Aztán nem csak lovasok, hanem hagyományozó tüzérek, hagyományozó gyalogos csapatok, és aztán maga ez a nagy kavalkád, ez a tavaszi hadjáratnak az útvonalait már bővítette, még többen csatlakoztak hozzá. Felelevenedtek ezek a hagyományok nem csak településeken, hanem országszerte településeinken, Pápán, Sümegen, Siklóson, Nyíregyházán, bárhol, amerre mentünk, mindenhol csatlakoztak ezekhez az ügyekhez. Akkor még magánemberek voltatok, már úgy értem, hogy ti, akik most Magyaródon egyesületi formában működtök, mikor jött létre az, hogy Magyaródon is kialakuljon egy olyan mag, hát amelyik most ugye már legalábbis országos hírű? Igen, hát kb. 20 évvel ezelőtt keveredtünk mi, és én ki személy szerint Magyaródra, ahol végülis egy tanyát hoztam létre, ahol a lovaimat tudom tartani. És akkor a település önkormányzatát megkeresve, hogyha nem zavarná őket, akkor a ottani rendezvényeken szívesen vennénk részt, gondolok itt március 15-ére, vagy egyéb ilyen nagyobb megmozdulásokra. Kezdetben 3-4 bajtársammal álltunk össze, aztán későbbiekben ez a létszám földagadt, és most már azt is mondhatom, hogy legalább 10-12 lovas bajtársammal együtt a Magyaródi Sándor huszárok nevét viseljük, és tartjuk ezt a kistérségnek, aminek talán központja Magyaród, de ugyanígy hozzátartoznak Kerepes, Gödöllő, vagy Fót, Dunakeszi. Tehát ennek a kistérségnek a lovas kultúrájában szeretnénk szerepet részt venni, és ezek után még szeretnénk benne továbbra is részesei lenni. Már az első ruhád is Sándor huszár öltözék volt, vagy pedig menet közben derült ki, hogy ti ezt a irányvonalat próbáljátok követni? Igazság szerint a tavaszi hadjáratnak az egyik legerősebb huszárcsapata az a Sándor huszárokból alakult, hiszen a nádor kérésére hazaengedik egy századot közülük, és ezek végig is küzdik a tavaszi hadjáratot. Amikor mi az első ruhát kiválasztottuk magunknak, hát nem csináltattunk ruhát, hanem kölcsönzőből választottunk magunknak ruhát,
de ismerve a kőszívember fiait, ismerve a történelmi múltat, akkor ezt a Sándor huszár ruhát választottuk. Aztán később, amikor elkezdtünk az ezrednek az ezredet választani magunknak, akkor maradtunk a Sándor egyenruhánál. Ezek voltak a talán a legdíszesebbek is, de talán az egyik legmagyarabb ezred, amelyik létrejött, és azt büszkén mondhatom, hogy a csapatunk most már annyira felkészült az ezrednek az öltözékéből, hogy nem csak 1848-as egyenruhákat, hanem első világháborús és második világháborús egyenruhákat is tartunk. Sőt, kutatva az ezrednek a múltját, ugye leginkább a mai Arad és Temesvár megye környékéről toborozták a legénységet, és valahogy ez úgy alakult ki, hogy maradt az ezrednek mindvégig az ezred központja valahogy a Délvidék, Szeged környéke, és Szegeden találtunk a Szent Rókus templomnak a falán egy emlékművet, amit a IV. Sándor huszár ezrednek állítottak. Ez nagyon szép dombormű, és ezt le is szoktunk menni minden évben megkoszorúzni. Szóval most hangsúlyozom, egy asztalos műhelyben vagyunk, mert a hétköznapjaid mégiscsak arról szólnak, hogy van egy mesterséged, de hát eközben van egy csapatod, és nem csak egy magyarúdi csapatod, hanem ugye a tavaszi hadjárat révén, meg a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség révén, hát országosan vannak olyan barátaid, amilyen te magad is vagy, hagyományőrző. De elég kevesen mondhatják el magukról, hogy kinőve a saját kis falujukból egy egész megyének az értéktára magáinak vallja az egyesületet, már pedig a magyarúdi Sándor huszárokat ugye befogadta a megyei értéktár. Milyen érzés ez neked? Hát nagyon felemelő érzés, ez nem tudok más mondani. A kezdetek kezdetén sose gondoltuk volna, hogy ez ideig el tud majd jutni. Tettük a dolgunkat, és igyekeztünk mindig példaértékűen megjelenni, hithűen, és amit teszünk, azt úgy próbáltuk letenni az asztalra, hogy annak igenis értéke és nyoma maradjon. Erre előbb-utóbb csak felfigyeltek minket. Egy olyan kis település, mint mondjuk Magyaród, ahol az ünnepséget, amikor megjelenik az ember, akkor azért jönnek el, hogy lássanak minket. Akkor megjelenünk egy templomi misénél, akkor utána az idősektől mindig azt hallom, hogy olyan jól jár, hogy látni magukat. Magyarodon azért vannak más értékek is, a Karikás Néptánc Együttes, vagy a Jakab Mihály Népdalkör, de mint Sándor huszárok, az ott a templom előtt megszentelt zászlónkat szinte bármerre elviszük, nem csak a Magyarország területére, hanem ez igaz külföldi útjaink során is. És bármerre megfordultunk még idáig, mindenhol büszkeség töltött el minket, hogy igenis láttuk azt, hogy a Sándor huszárokat, a magyar huszárokat mindenhol megtisztelik, mindenhol nagy figyelemmel követik. Beszéltünk a csapatról, tehát magyarúdi Sándor huszárok, mindig így hívnak benneteket, hogy többes számban nyilván, mert hát többen vagytok. Nyilván te vagy a vezetőjük, de hogyan lehet támaszkodni erre a csapatra? Mennyire csapat ez a csapat? Azt tudom mondani, hogy mindenki a magánszférából éli életét. Vannak közöttünk egyszerű civil foglalkozási emberek, van, aki sofőr, van, aki tisztviselő, kormányhivatalban dolgozó tisztviselő, van, aki színész mestersége van, van, aki telefonszerelő. Tehát ezek mind civil emberek, csak egy nagyon közös bennünk. Amikor huszárruhát öltünk, akkor imádunk együtt lovagolni, nagyon szeretünk kötelékben lovagolni, és szeretünk parancsszavakra, lovainkkal együtt mozogni, együtt tevékenykedni. Azon túl, hogy ott vagytok minden tavaszi hadjáraton, azt követően meg van ez a kis megkerülő művelet, amivel be tudtátok kapcsolni a kis térséget, Kerepest, Magyaródot és így tovább, tehát a tavaszi hadjárat környékén megjelentek mindig ezeken a helyeken is. Emellett azért láttunk benneteket nemzeti vágtán. Azt gondolom, hogy elismerik azt is hagyományőrző, meg katonai körökben, hogy autentikus a viselet, megfelelő a katonai mozgás, a fegyverzet, és erre nagyon oda kell figyelni, és nem olcsó dolgok ezek. Ez pontosan így van. Azt büszkén mondhatom, és aztán már említettem is, hogy a csapatunk nem csak a 48-as huszár egyenruhát, hanem már első világháborús, sőt második világháborús egyenruhát is birtokol és tud, és ez nem csak az embereknek a ruházata, hanem a lovak felszerelését is hozzá kellett igazodjanunk,
megfelelő kantárzattal, megfelelő nyereggel, nyeregeléssel, nyeregelési módszerekkel. Nem mondhatnám, hogy ez egy olcsó dolog. Ez mind zsebbenyúlós történet. Ezért ahol tudunk, és így szoktunk vállalni olyan fellépéseket is, vagy olyan megjelenéseket is, ahol mind a huszárságnak a fényét öregbítjük, másrészt pedig magunk is azért ebből erősen tudunk profitálni. Tehát ilyen rendezvényekre gondolok, mint például a színházi előadás. Koltaival sikerült a Hősök terén nem egy olyan darabban részt venni, ami szerintem minket, mind a csapatot is erősítette, jobban összekovácsolt minket, és fel tudtunk úgymond nőni feladatokhoz. Hát a huszár nem huszárló nélkül. Mondjuk a tavaszi agyaláton manapság rengeteg tüzér meg gyalogos is részt vesz, de a huszár az ugye ló nélkül nem huszár. Amióta te csinálod, hányadik ez a ló, amin te pompázol? Hát igen, az emberek hál' Istennek megadhatik, hogy több lovat is tud magáévá egy emberöltő alatt, hiszen a lovaknak az élete rövidebb sokkal, meg hát úgy jönnek-mennek az ember mellett ezek a jószágok, de azért azt hozzá kell tegyem, hogy én nagyon azon a párton vagyok, hogy az az állat, amikkel én együtt vagyok, az nem csak egy hirtelen valahonnan kölcsönkért vagy kibérelt lóról legyen szó, hanem ragaszkodok szinte ahhoz, hogy mindegy családtag nálam szülessen, inkább ott is nőjön fel, és az első lépésektől kezdve is tápoljam az ő sorsát, útját. Hát így nagyon sokan ismerek például a nagy szürke kancával, a borókával, amiket szintén én segítettem a világra, és nagyon sokat jelentem meg, de most már ez az öreg kancám sajnos kiöregedett, most éppen a fiával egy fekete herélt lóval próbálok, az ezredes úrral próbálok éppen rendezvényeken megjelenni és eleget tenni mindenféle mozgásnak, amit ló és lovasnak együtt el kell tudnia viselni. Kicsit elvigyorogtuk ezt a dolgot, így hívott, hogy ezredes úr? Igen, kiérdemelt ezt a nevet nálam. De te is hagyományozó ezredes vagy, nem? Alezredesi rangot kaptam. Hát akkor jelentesz a lónak minden reggel? Igen. Szóval ló és lovas. Van ez a lovastanya a Magyaródon, majd talán egyszer ott is meglátogatunk benneteket, már volt is szó róla. Ott össze szoktatok gyűlni, ugye? Ott a csapatnak más tagjai is tartják a lovukat, és nem csak huszárruhában, hanem amúgy trenírozni is ki szoktatok járni a környékre. Mindenféleképpen, hiszen bármilyen alaki mozgás, lovas alap kiképzés nélkül nem tudsz egy lóval egyet jól mozdulni, jól mozogni. Ez pedig az is nekünk is, és a lovagnak is szükség van, úgymond edzői segítségre. Tehát itt rendszeresen hétvégéken, pláne amikor nincs rendezvényünk, akkor lovas edzéseket szoktunk tartani. Ahol képzik magunkat, képezzük a lovainkat mindenféle jármódokban, és mindenféle alaki mozgásokra. Az ember életében vannak állomások, és azt gondolom, hogy ez is egy olyan állomás, amikor el kell gondolkodni. Ha elgondolkodsz ezen, hogy a kis csapatod idáig jutott, akkor milyennek az üzenete a jövőre nézve? Amikor elkezdtük, és a kezdetektől fogva mindig az volt a példa előttünk, az öregek, a régiek, hogy azoknak visszahozni lehetőleg minél hűbb megjelenési formáját. Valahogy így érhettük azt el, hogy értékké váltunk, és értéktárnak a részeseivé lettünk, hogy mindig igyekeztünk, és próbáltunk a hűséggel lenni a megjelenésre, a fegyelemre, és mind végig úgy érzem, hogy ennek eleget is tudtunk tenni. Ez az egész dolog aztán egy bizottság által értékként lett felhozva a számunkra. Ez nekünk nagyon megtisztelő, nagyon magasztos, és igyekszünk ezek után még ennek még inkább megfelelni, és még jobban végezni a dolgunkat. Beszéltünk róla ugye, hogy sokféle szakma képviselteti magát az egyesületen belül, de vajon a generációk hogy alakulnak? Tehát azon túl, hogy vagytok ti korosabbak, jönnek a fiatalok, van utánpótlás, folytatódik ez? Hát igen, ez egy nagyon húsba vágó kérdés. Épp Komáromban voltunk a nyáron együtt többen lovas éjjászok, hagyományőrző huszárok, és éppen azok beszélgettünk, hogy kicsit olyanok vagyunk mi, hagyományőrzők, mint egy túl művelt föld.
termünk, mert hozunk rengeteg dolgot részre, és mindig lehet rólunk valamit leszakítani. De valahogy nagyon kéne már nekünk is egy olyan műtrágyázás, vagy egy olyan szerves trágyázás, ami által fiatalokat tudnánk még jobban magunk mellé csábítani és toborozni, mert valahogy kikopott ez a dolog. Nem perspektíva a fiataloknak huszárrá válni. Ez számunkra nagyon megdöbbentő, hiszen amikor mi ezt elkezdtük 20 évesen, úgy éreztük, hogy egy olyan dolgot csinálunk, ami példaértékű és követendő, és egy klassz dolog. Nagyon sokan néznek ránk, de valahogy kevés bennük az ambíció, hogy a csapat mellé álljanak, hogy vállalják ennek a anyagi nehézségeit, az idő terhét, hogy erre rászánják a magukat, az idejüket, a pénzüket, mindenüket. Én mindezt úgy kezdtem el, és tényleg ezt meg is kell említsem még talán, hogy meg kell így köszönnöm ezt a dolgot a feleségemnek és a gyerekeimnek is, hogy mindvégig támogattak engem ebben, hogy ezt a huszárságot végig tudjam itt csinálni, ahogy ideig az elmúlt 30 évben végig meg tudtam csinálni. De ez ahogy szokták mondani, hogy vállalkozói székből sem lehet felállni, csak kidőlni. Tehát valószínűleg mi öreg huszárok már úgy fogunk majd kidőlni ebből a dologból, és nem tudom, hogy lesz-e helyettünk még más fiatalabb, aki ugyanúgy bele tud majd ülni, és ugyanezt vinni tovább. Ez nagy kérdés számomra még. Yeah.